jól kezdtük a mérkőzést, azt gondolom a vezetést is meg tudtuk szerezni. Ebben az összetételben még a válogatott nem játszott, én azt gondolom. 1-0-nál meg voltak azok a lehetőségek, hogy rárúgjuk a második gólt. Nem sikerült, illetve a finn válogatott kihasználta a hibánkat, 2-1-re nyert. Megmutatja ez a mérkőzés is azt, hogy igaz, hogy egy mérkőzésből nem lehet levonni semmit, hogy kire hogy lehet számítani, mire képes. Voltak olyan szép dolgaink, amibe azt gondolom, hogy tehát amennyi negatívum van, a sokkal több a pozitív. Negatív kérdéseket, ha egy csapat kikap, csak a negatív kérdések jönnek, mert ez negatív kérdés, ne haragudjon. De. Mit lehetne mondani? Mindent elmondtam, hogy értékeltem, ugyanezt elmondtam a játékosoknak is. Megpróbáltak mindent megtenni a győzelemért. Megpróbáltak olyan dolgokat csinálni, amit lehet, hogy idáig nem is kértek tőlük. Elmondtam, hogy ilyen hibákat, amit vétettünk, nem szabad csinálni. De ez egy normális dolog, én azt gondolom. De itt már mindjárt jönnek, hogy megbünteti, letolja őket. Mind negatív irányba visz mindenféle gondolkodást. Lehet mosolyogni. Sajnos a mérkőzés többségében ugye nem tudtunk szép támadásokat vezetni. Igazából nem tudtuk megtartani nagyon sok esetben a labdát, és ebben mindenféleképpen kell előrelépés. Mennyire sikerült megjátszani a belső középpályát mondjuk? Hát voltak olyan szituációk, de azért mondjuk, ha a meccset néztük, hogy finnek eléggé feljöttek, nem hagyták, hogyha kipassz volt, akkor egyből letámadtak. Szóval ez egy adott ellenféltől is függ, hogy ez mennyire megvalósítható. De én azt mondom, hogy ennek ennél azért voltak olyan szituációk, amikor próbáltuk kihozni a labdát, és később nagyobb sikerrel ez össze is jött. És hogy a támadásban mindenféleképpen kell javulás? Hát úgy érzem, javulnunk kell sok téren. Úgy érzem, labdabirtoklásban jobban kell, hogy mi irányítsunk a meccset. A végé felé voltunk úgymond veszélyesek, amikor ugye már elő volt a Márko, és ugye tudtuk rá rúgdosni a labdákat, és azokat fel is tudtuk szedni úgymond, és ugye beadásokból voltunk veszélyesek, amiből ugye volt 2-3 nagyon komoly lehetőségünk is. Bentről nézve, bentről érezve, mennyire gondoltad, vagy mennyire érezted ezt inkább védekező taktikának, amit játszottatok? Hát most a védekező taktika, nem védekező taktika, védekeztünk, de azért a gyors játékosaink révén próbáltunk arra építeni, hogy tényleg abból 2-3 érintőből előre megindulva megtartani labdákat és abból támadásokat végigvezetni. Abban láttam egy kicsit a hibát, hogy tényleg 2-3 passz után elég sokszor elveszítettük a labdát. Ebben javulnunk kell, az ilyen felszedett labdákat és a gyorsan megszerzett labdákat pontosabban és gyorsabban le kell játszani, és akkor biztos vagyok benne, hogy több lehetőség lesz is, és ezeket jó százalékban ki kell használni, mert láthattuk azért, úgy gondolom, 1-0 után és 1-1 is megvoltak a lehetőségeink. Ezekkel élni kell, majd láthattuk, nekik kevésbé volt lehetőségük, és egyből az elsővel, ami nem is volt egy olyan nagyon nagy lehetőség, éltek. Úgyhogy nagyon remélem, hogy szeptemberre össze fog állni az a csapat is, meg az a játék is, amivel előre tudunk lépni. Úgy érzem, nem tudtunk irányítani a meccset. Úgy éreztem, az első 15 perc nagyon jól kezdtünk, de utána igazából a fineket ők irányították. Sok munka áll előttünk. Nem, hogy felemás érzések vannak benne, mert első mérkőzés volt, de kikaptunk. Örültem, hogy a pályán lehettem. Hát úgy érzem, hogy mindenképpen jobban kell vállalni a játék, többet kell, hogy legyen nálunk a labda, mert szerintem ez a magyar csapatnak az erőség, hogy sok technikás játékos van. Szerintem ezeket kell kiküszöbölni, hogy a helyzeteinket jobban használjuk ki, de összességben mondom, nem szabad csapatnak lennünk. Ez egy út eleje, szerintem hibákból kell tanulnunk, legközelebb megyünk telkébe, ezeket biztos megbeszéljük, úgyhogy fel a fejjel mindenkinek.